Egyre több azt tapasztaljuk, egyre több a koronavírus gyanús beteg, én mindig koronavírus gyanús betegről beszélek, hiszen itt a helyben mi azonnal nem tudjuk letesztelni ezeket a betegeket, hogy pozitív vagy negatív az eredményük. Koronavírus gyanús betegekről beszélünk, akiknek itt Sümegen és a környező településeken is, ahogy tapasztaljuk, emelkedik a számuk. A megyébe, Veszprém megyébe 2 speciális mentőegység áll rendelkezésre, hogy ezeket a betegeket, a gyanús betegeket elszállítsa, de nyilván, hogyha szükség van rá, akkor egyéb mentőegységek is a megfelelő védőfelszerelések használata mellett bevethetők. Most már az a cél, hogy ne vigyünk be minden lázas beteget a kórházba, hanem az országos mentőszolgálat segítségével, amennyiben felmerül a gyanúja, hogy koronavírusos a beteg, akkor lakáson elvégzik a tesztet, ezt elküldik laborba, ott megvizsgálják, és hogyha pozitív az eredmény, csak akkor kerül kórházba, hiszen lehet, hogy egy sima influenzáról van szó, és mindenkit nem kell kórházba szállítani emiatt. Igen, azt tapasztaljuk, hogy több beteget vittünk be, koronavírus gyanús beteget, akiknél negatív lett az eredmény, tehát nyilván vannak olyan esetek is, illetve még annyit szeretnék elmondani, hogy nem csak feladat számunk emelkedett meg, hanem a tengeren töltött idő is, hiszen az Ajkai Kórházat jelölték ki a koronavírus gyanús betegekre, illetve az igazolt betegek ellátására, és a sümegi lakosok, illetve a Sümeg környéki lakosok sürgősségi betegellátás szempontjából az Ajkai Kórházba tartoztak eddig, viszont őket most a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórházba kell, hogy szállítsuk, ami közel 70 kilométer, és így nyilván időben is megnő a beteggel töltött idő, illetve a mentőgépkocsink is ennyivel többet kell, hogy utol legyenek, de természetesen igyekszünk maximálisan végezni munkánkat emellett. Minden esetben azt kérném, hogy első körben telefonon konzultáljanak a betegek vagy hozzátartozók a házi orvossal vagy a mentés irányítással. A mentés irányításban plusz egy személy van, aki kifejezetten ezzel foglalkozik. Nyilván minden mentés irányító tudja a megfelelő és szigorú eljárásrendet és protokolt, kikérdezési protokoll is született már erre a gyanús esetek kiszűrésére, de próbáljuk meg a közvetlen érintkezés elkerülését orvosokkal. Én úgy látom, hogy összetart azért Sümeg és a környező településekről is kapunk bizonyos támogatást. Helyben például Gárdos Tamástól a Pro & Flor Kft. Vezetőjétől, illetve csapatától, aki egyben a Sümegi B-tervnek az üzemeltetője is. Minden délben kapunk egy finom, bőséges ebédet, egy levest és egy főételt, ide is szállítják nekünk. Nyilván a küszöbön kell, hogy átvegyük, mert most a mentalmas épületének területére sem jöhet be senki. Cseh Bélától, a Gyémánt Fény Autókozmetikától kaptunk egy ozongenerátort, ami nagyban segíti a munkánkat, hiszen fertőző gyanús beteg esetén mindenképpen ki kell fertőtlenítenünk az autót, és ez az ozongenerátor ez tökéletesen alkalmas arra, illetve a Huber cukrászdától kaptunk nagyon sok és nagyon finom süteményt. Köszönjük szépen! Mi köszönjük, és mindenkinek azt tanácsolom, hogy ha teheti, maradjon otthon. Jó.